A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója szerint Gyurka János edző U21-es csapata az Ausztriában rendezett selejtező torna pénteki játéknapján 28-27-re legyőzte a házigazda osztrák válogatottat. Majd vasárnap Csehország együttese ellen nyert 29-25-re, ezzel megszerezte az első helyet a trióban és indulási jogot szerzett a világbajnokságra. Gratulálunk a torna győzelemhez, nagyon szépen szerepeltek a csapataink, hát illetve a fiúk a pályán. Milyen volt ez a torna, mire kellett most nagyon odafigyelni a VB selejtező előtt? Minden torna nagyon hasznos számunkra, főleg, hogyha majdnem egy új felállásba kell, hogy rákényszerülünk, hogy abba kell játszanunk. Próbáltunk olyan ellenfeleket vendégül látni, illetve meghívni, akik modellezni tudják a VB selejtező tornát, hasonló erőt tudnak képviselni, játékot. Én azt gondolom, hogy ez egy mindenféleképp, hogy az eredmény mutatja, rendkívül sokat hasznos volt ez számunkra. Igen. Bocsánat, egy kicsit még euforikus állapotban vagyok, keresem a szavakat, de mindenféleképpen nagyon jó hasznos volt. Felszabadultak a játékosokban olyan energiák, amire mindenféleképpen szükségünk van. Másodszorban egy csodálatos csapat alakult ki, nagyon jó szellemiséggel, mindenki egyért tud küzdeni, és hát egy ilyen csapatot nagy öröm vezetni. A junior világbajnokságot július 17 és 30-a között rendezik Algériában. Addig még további fejlesztések várnak az ifjúsági válogatottra. Rákényszerültünk arra, hogy egy más védekezési technikával készüljünk. Ezt mind a három mérkőzésen gyakoroltuk, van még mit tennünk. Elsősorban a megállító faultok azok, amik mindenféleképpen fontosak. Ezt a mérkőzést azért tudtuk megnyerni, mert a második félidőnek a végjátékában megfelelő számú faulttal játszottunk. A összes többi az meg engedtük az ellenfelünket játékot szervezni, tehát ez mindenféleképpen az elejétől fogva, ha működik, akkor sokkal határozottabban fogunk tudni játszani. Van egy 10. EB eredményünk ebből az évből, mit várhatunk Ausztriában a selejtezőn? Célunk az, annak ellenére, hogy 3 játékost tudtunk feladni a VB-re felkészülő felnőtt válogatottnak, hogy ezt a játékot, ezt mindenféleképpen őrizzük meg, ezt a dinamikát, sőt, még egy kicsivel talán még dolgozni fogunk, hogy gyorsabban játszunk, és mindenféleképpen oda célunk, hogy csoport elsők legyünk. Nem lesz könnyű dolguk a fiúknak a világbajnokságon, hiszen akadnak majd igen erős ellenfelek is Ausztria és Csehország személyében. Hát igazából az ellenfeleink rendkívül kellemetlenek, Ausztriának nagyon jó első sora van. Hát elég csak annyit mondok, hogy Bilik a THW Kielnek a kezdő balátlövője. Azon kívül van egy Bundesligában játszó irányító játékosuk, és a beálló rendkívül jó, ez a 3 kapcsolat. Tehát Ausztria erre építi a játékát, ezt megpróbáljuk majd még kielemezni, felkészülni rá. Hát Montenegro, mondom, sötét ló, több állítás szerint nem jelent olyan nagyon nagy erőt, bár mindig ez egy sötét ló, tehát ez mindig a legnehezebb az ilyen mérkőzés. A Csehország pedig, hát tudjuk nagyon jól, hogy Kasparek a Balatonfürednek házi gól királya, Győri Matyival, úgyhogy ők is nagyon-nagyon erősek. Termetben még nagyobbak, mint egy horvát csapat, úgyhogy lesz mit majd tennünk ott a tornán, igen.